Press pause button to start. Na sziasztok! Ez egy jó hosszú intro volt, azt hittétek már itt se leszek, ugye? Felejtsétek el, biztos, hogy itt vagyok. Töredelmesen be kell nektek valamit vallanom, és valószínű, hogy nagyon sokan meg fognak kövezni. Én soha nem játszottam egyetlen Far Cry játékkal sem, jó? Tehát megvan a New Dawn is, megvan a Primal is, megvan a 3 is, megvan a 3-nak a kiegészítője, nem tudom milyen Dragon, megvan a 6, sose játszottam velük. Mi a kulpa? Tényleg dagozba öltözök és hamucorok a fejemre, de a 6. részt úgy voltam vele, hogy biztos Isten, hogy ki nem hagyom. Imádtam az előzeteseket, és Giancarlo Esposito az egy annyira zseniális színész basszus minden egyes alkalommal, hogy tuti Isten, hogy nem fogom kihagyni, hogy mit alakított itt. Szóval, nem is pöcsölök, nyomok egy X-et, hogy deroljam a tiszteletemet, ugye? Közben profilt csinál. Bocsánat, első alkalom tényleg, tehát előfordul az ilyen, hogy kicsit hosszabb. Na most nem tudom, hogy az első videó, amit láttatok, az hasonlóan a Horizon Zero Dawnhoz soha többé nem fog előkerülni, csak most így megmutatta, hogy miről van szó, vagy minden alkalommal meg kell nézni. Nem tudom. Valamiért ezeket állandóan fölolvas, szóval mindegy, rohadtul idegesítő. Kalibra nem, rendben, folytatás, oké, tökéletes, marad, nem HDR, ez a tévé nem tudja sajnos, Master Volume, igazából itt minden olyan, hogy nem, Sound Subtitle, azaz nem kell, Subtitle az on, oké, rendben van, Audio Language, Interface Language, Subtitle Language, milyen nyelvek vannak? Állítsuk portugálra, mit szóltok hozzá? Sokat fog segíteni. Jó, segít, nem kell, nem érdekel. Jó. Beállítgatások. Gyerekek, azt mondja, hogy Rankerfax on. Tudjátok mit? Marad itt minden az égvilágon, jó. Ez így tökéletes, continue, remélem többet nem kérdez. És nem kérdez, na végre, akkor most, hogy idáig eljutottunk, akkor végre sikerülni fog nekünk itt egy új gémet indítani. És mivel nem vagyunk kis gyíkok, ezért hardcore, action, story. Figyeljetek, igazából így is úgyis béna vagyok az FPS-ekben, szóval akár ennyire is szivathatom magamat, hadd szóljon, jó? Na toljuk neki, nézzük, hogy mit tud. Jó szórakozást! My true Yarens, I stand before you armed with truth. For too long, our country was stolen by politicians. But you elected a vision, a cure, a road to paradise. Viviro, created by our own brilliant scientists, the most effective treatment for cancer the world has ever seen, grown within our precious tobacco, modified with the purest fertilizer, Viviro, is the key to rebuild paradise. But our paradise comes at a cost. This our enemies will never understand. Yara did not elect me to do what's easy, but to do what's right. And so, with renewed focus, I must extend the draft to paradise. True Yarans from across our island, chosen to produce enough Viviro to heal the world and save our country. These lucky Yarans will be chosen by random lottery. Even my own son, Diego, will be drafted tomorrow. Hey, Danny. And like a true Yaran, he turn will that shit off with a smile on his face. Precisamente. Exactly what Castillo wants. Enough politics, Lita. You think the draft is only taking true Yarans? It's the outcasts, the poor, orphans like us. He's bringing slavery back from the dead. In Yara, you can't run from this. Hang on.
You ditched us. Ran off to the jungle with a bunch of guerrillas. Libertad. Hmm? Now you're back here to recruit for Clara Garcia's local crusade? Come on, this is our big goodbye. Danny, fucking say something! Na most az a helyzet, hogy nem szándékos, de mégiscsak sikerült spanyolra vagy portugálra állítanom a dolgot, na mindegy. Válasszunk karaktert, azt mondja, hogy Danny vagy Danny? Danny vagy Danny? Legyünk Danny, jó? Oké. Okay. Hadd szóljon. Confirm, sokáig, okés. Szólja a csaja. They got my name wrong. Danny. You could help Libertad. You're trained. Would have been career military if you weren't such a fuck-up. Just come with us, Lita. Aye. You never fucking listen, Danny. Hey, time to go. Boss waiting. Drinks in Mexico. Dinner in Miami. Coño! Fucking blackouts. Too big for a blackout. You fucking packing? Oye, do you know what's going on? Fin del mundo! Draftees must report for duty. You will join us to rebuild paradise. Holy shit. What the fuck? Draftees must report for duty. You will join us to rebuild paradise. Alejo, no! Draftees must report Alejo, for duty. Alejo, get down! You will join fuck us to Castillo! Rebuild paradise. Alejo! Draftees must report for duty. You will join Danny, us to rebuild paradise. We have to go. Now! Get the rooftop Draftees now! The boat. You're coming. You will join I promise, us to Milita. Paradise. Si. Come on, Danny. Na, szóval meg is kapjuk az irányítást, ebből következően tényleg gyorsan átállítom a nyelvet, mert őszintén megmondom, alapvetően nem zavar egyébként, tehát ugye hallom, hogy mi a fenéről beszélnek, de hogy zavaró basszus, hogy mit tenni, spanyolul látom a feliratokat, rohadtul zavaró, nem tudom miért. Angol. Tökéletes, köszönöm szépen. Nem. Jó, na akkor nézzük, hogy mi az Isten folyik itt. Jó, nem tudom, hogy a fenébe kell legugolni, szóval hú, de rohadt érzékeny az egész, oké. Okay. Rendben van. Szóval... De nincs nálam fegyver. Na bazd meg, jó van. Assist katona. Oké, okay, így gugyardok le. Jó, megvan. Na most hova jó életbe kell mennem nekem? 22 méter arra, ami azt jelenti, hogy annyira nem fasza. Mert azokat menet közben útban vannak, ugye? Akkor gondolom én, hogy némi kerülő úton fogok oda jutni, ugye? Vagy nem? Tovább mentek? Hey Rojas, should answer the call. Ok. FND, get out here. Next asshole who opens the door is Danny Rojas. Come on. Oké, okay, jól van. We're looking for Danny Rojas. Get this door open or we will bust it down. Oké, okay, és totál nem felém néznek, ez pozitív. Tartsák meg a jó szokásukat, jól van akkor. Oké. Nem szeretek sunyulni egyébként, tehát főleg egy ilyen játékban. Mi a franc? Mi a jó élet folyik itt? Come on, we gotta move. Ja, tudom, jól van, oké.
Jó, ez annyira nem volt fasza. Valaki van itt mögötte? Nincs, oké. We need to get across that square. They're going to see us. No, they. Rendben, csak akkor gyorsan kéne közlekedni, ne vegyenek észre, ugye? That's a lot of soldiers, Lita. So we take the sword. Oké, semmi akadály, csak hol van. Tovább mennek, vagy? Ha valami van. Oké, és ez így fak, futi. Oké, kiváló, elértük. Where the fuck are you taking me? Na, így már végre valami izgi is van. Fú. Azért nem szeretem az FPS-eket, mert teljesen dezorientált leszek tőlük, hogyha tényleg ilyen nagyon hirtelen mozdulatok vannak, és ez így roppant módon idegesítő. Jó, elvileg valahol arra kellene jutnom, arra nem tudok, szóval akkor... Jó. Ja, onnan jöttem. Nem onnan jöttem, bakker. Akkor most ez... Oda kéne jutnom, vagy... Én már nem tudom. Aha! This is so fucked. Hála Istennek, hogy ide nem tudnak bejönni utánam. Azért hangos. Gyerünk. De tényleg tudok futni. Que coño? És hol vannak? Haszom. So much blood. Valahol fölöttem van a cucc. Almost there. Oh. The way out is up ahead. Jó, akkor menjünk föl. That boat's not going to wait for us. Azért van baj! Shit! Azért aztán kurva nagy. Jó. Fölfele. Valószínűleg a többinek egyáltalán nem volt ilyen hangulat elvégre. Ez rohadtul nem dzsungel, meg hegytető, hanem ez rohadtul ilyen urbánus környezet. Anyukátokat azt. De hogy így mászok, oké. Jó. Hú, de zavaró. Stay with me, Lita. Ez még viákban lenne istenes. Mi történt? Az! Jó, hova? Lita, zipline. Mi? Iii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 
érdekes volt, annyira szarú nézett közel ragdoll fizika, amikor leesett a csaj, hogy az valami félelmetes, na mindegy. Jó, akkor fussunk nekem még egyszer, hol tartunk, oké. Akkor futi, jó, legalább most már tudom, hogy hova a francba megyünk, oké. Gyerünk arra fölfelé. Mászik. Merre? Ott. Okay. Gyerünk. Föl! Ja, még egyet kellett följebb menni, ugye? Ott. Lita. Shit. Lita, zipline. Erre ráugrok, vagy hogyan? Aha, igen. Tök jó. Totál nem vettem volna észre egyébként, szóval, ja. Ó, oh, bald meg! Ja, jók vagyunk, oké. Sorry. Ne engem buzeráljál már, ide akartam jönni. Na. Ja. Most hol jutok ki? Ezek most...
Táncolnak közben, banyek? Na, jó van. Ja. Arra kifele valahol. Van ott valaki? Shit, Vita. Where are you? Azért van baj, nem tudom, mi az Isten történt itt. Gondolom a sztoriból majd később ki fog derülni. De... Dani, over here. Így vázd meg. Meg elmegyek fölöttük. Hát jó, az így ilyen... Jó. Where the fuck are the police? They're just letting the military kill us? Hát úgy tűnik. Jó, hogy ez a rendőrség. Csezd meg. Az úgy... Futunk. Futás, 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 futás. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Futás, futás, futás. Gyerünk, hol vagyunk? Ott le. Menjél már, menjél már, menjél már. Oké, okay, kiváló. What the hell I'm gonna do with baseball cards? Do you have any idea what these are worth? Let us through! Quiet! Marco! Always making new friends. Dani, you're late. Where's Alejo? He gave up his ticket. Where's family? Bullshit! Alejo's an orphan. Alejo's not going anywhere anymore. Come on, Marco. Let them on. Vamos. Good man. Get out of boxing, gal! Gracias. Don't worry about it, chamaco. Here. That's all I've got. This isn't right, Dani. We should be fighting, not running to the Yankees. Alejo gave you a fucking gift, Lira. We survived. Same as the orphanage, same as the academy. What's that? Please, no, no, this is a piece of gold. You mean, no, no! Was El Presidente. Mi papa loved to fish. We would go out on a boat, just like this, and we would catch the fish and then release them. He would say, it's not always about your stomach, mijo. It's about the challenge. Except when he caught a big, fat, juicy marlin, he was too proud to let that fish go. Si, tirano! You have poisoned Yara! You have poisoned your soul! I have caught a very big fish today. Haven't I, Diego? Diego! No way. I have caught you, mijo. Now it's time to bring you home. I don't want this anymore, Papa. We have no choice. Let them go. They can work. Make vivido. Truth or lies? Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise. But if you wanted them to live, never set foot on his fucking boat. 13 years old. And Diego has such compassion for his people. These fish, we will catch and release.
fucked. Vamos, vamos! I can't feel my legs. Fuck, Lita. This is all my fault. My phone. Forget it, Lita. My phone. This is the beach, Danny. It's fucking fate. What? She's hiding here. Clara. Libertad. Julio. Fuck. Julio. It's all here. Take my phone. Follow the code, like when we were kids. Stop it. Lita. Just wait. I'll find help. No! You give her this. Clara will help you. Don't you get it? You're the lucky one, Danny. You're the lucky one. Lo siento, Lita. Nos, ez felütésnek azért nem volt egy egyszerű történet, azt tegyük hozzá. I should look for supplies and get the fuck out of here. Oké, és rendben van. Most mit mutat nekem ez a cucc? Tudja, keressek igazából ellátmányt, de... Ja, hogy ott van... Ja, értem, oké. Nézzük csak, hogy veszedem föl. Kivel... Pistol's empty. Csába. Ügyes. Oké. Need to find that camp. Rendben, csak tudnám, hogy hova. Oké, új fotók, hogy már ilyenek is vannak. How the fuck is this still working? Jogos a felvetés egyébként. The markings must be the code Lita was talking about. Oké, jó. Most már akkor legalább tudom. Jó van, akkor így célzok. Nagyon fura az egész. Mi az anyádban? Jó, hogy ilyet is tudok, tök jó. Oké. Okay. Ő az egyetlen katona ott? How did I know you were scavenging for Libertad? I smelled it. És úgy tűnik, igen. Ja nem, ott van még a haverja. Now, I'm going to call this in. You? You're going to be slowly eaten, bit by bit, by the bird. És azt mondj, tessék jönni, köszönöm. Tök jó, lehet súnyulni. Az de rohadt szép volt. I'm not the only one looking for Clara. Az is háttal van? Igazából ezek úgy annyira adják magukat. Mondom én. Azt cuki. Jó. Oké, szóval akkor vannak ilyen különböző mellékszálak is. Jó, elvileg itt már minden fasza.
Egy következő állomásot még megnézek magamnak, aztán majd kiderül, hogy... Steal a boat? Sail the fuck out of Yara. Easy. And now I'm talking... Cucca? Hol van? Shit. Don't get too close. Anyád! Rohadtul nem tudok célozni. Csezz már meg! Nem, hogy a cucca nyírjon ki. Anyádat már! Mennyit bírsz te? Mennyit bír ez a dög? Ne bazd már meg! Oké, azt sem tudom, hogy a francba célzok, szóval... Na. Mit sem tudom lőni? Most bezzeg már gyáva vagy, mi? Te rohadék! Ezzel még tenget akasztok, aztán annyi. Jó? Mondom én, hogy nem tudok célozni. Na végre! Na végre! Azt a rohadt élet, tök jó! Szereztem húst! Na mindegy, akkor nem megyek el a következő állomásig igazából. Ez most az a helyzet, hogy van egy olyan sejtésem, hogy itt az égvilágon minden ilyen totál nyílt világú cucc, tehát hiába futkosok jobbra-balra, a büdös életben nem fogok mindent felfedezni rajta. Van egy ilyen apró sejtésem, hogy ez így van. Csak egy ilyen nagyon-nagyon tipikus. Szóval, na mindegy. Belenézek majd, érdekes igazából, tehát láttam korábbi részekből streameket, szóval nagyjából sejtem, hogy mégis mi az Istenről szól az egész, legalábbis hangulatilag. Írjátok már meg a Far Cry-jal kapcsolatos véleményeiteket, jó? Tehát nem feltétlenül erről bármelyik epizódról igazán, nekem tök mindegy, hogy 1, 2, 3, 4, 5 sárkányos tudsz, Primal, New Dawn, tök mindegy, jó? Toljátok neki ezerrel. Én most megköszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy következő alkalommal is ide fogtok kattintani, hamarosan most már tényleges végigjátszás fog érkezni, hogy megoldottam a technikai problémákat, és remélem élvezni fogjátok. Legyen szép estétek. Sziasztok!